Kérdéssel, kicsit serkenteni kéne a társaságot, mert utána pedig Varga Csaba professzor fog és Balogh Béla professzor fognak előadást tartani. A Németh József, a helyi vízigazgató, ő nem tudott jönni egyéb elfoglaltság miatt, egy kis technikai hibát elkövettünk a szervezésnél, és ezért elnézést is kérünk tőle, mert a meghívó tervezet az már úgy ment ki, hogy a nevét tartalmazta, és nem volt személyes egyeztetés, nem nagyon tudtuk elérni egyéb elfoglaltsága miatt, de elnézést kérünk, hogy nem lehetett itt, de itt voltak a képviselői, és ők egyébként partnerek minden településnél, az Észak-Dunántúl vízügyigazgatóság, és személyesen Németh József is elkötelezett ezeknek a rendszereknek, például az Árpád-körúti vízkormányzási rendszert is ő egy elkötelezettként szemléli, tehát a döntéshozóknak kell majd a segítségét hozni. Van esetleg kérdés? Polgármester urak, már nem sok van. Robert. Nagy Bajcsi polgármester, aki szintén tervez, ha jól tudom, vízi turizmus, meg ilyesmit. Nincsen? Gazdálkodó, jól látszik. Jó, akkor megkérem utó Varga Csabát. Betöltöttük a... Nem használok. Szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm én is a meghívást. Miután mostanában nem sokat dolgoztunk Győr-Sopron megyébe, ezért illik, hogy néhány dolgot elmondjak magunkról. A Stratégia Kutató Intézet 25 éves intézmény, három fő tevékenysége van: kutatás, stratégiakészítés és fejlesztések, projektek végigvitele. Csak érdekességként mondom, hogy Magyarországon az elmúlt 20 évben körülbelül 300 településnek, kistérségnek, megyének vagy régiónak írtunk különböző stratégiákat és programokat. Amilyen most én itt vagyok, gondolom Zoli azért hívott meg engem, hogy néhány olyan kérdésről beszéljek, ami kicsit túlmutat a vízgazdálkodáson, hiszen a válaszok, majd, amiket próbálok összefoglalni, jelzik majd, hogy miért látjuk ezt rendkívül fontosnak. A mai konferenciát végig hallgatva szeretnék megfogalmazni egy nagyon jó esetet. Munkánk miatt nagyon sok konferencián ülünk, nagyon sokszor nagy csalódásokkal megyünk haza, az előadók többsége nem megfelelő módon, vagy nem megfelelő őszintességgel beszél a problémákról és a megoldásokról. Ma jó volt itt lenni önökkel, az előadóknak külön köszönöm azt a tisztességet, vagy szakmai bátorságot, hogy szembenéznek azokkal a problémákkal, amelyekkel már egyébként régóta szembe kellett volna nézni. Ez volt a köszönetnek a jele. A másik, ami még az előadáson bevezetőhez tartozik, egy felvetés. Mindabból, amit elmondtak, néhány általános konklúzió következik, amit szeretnék most ugyanilyen tisztán, világosan kimondani, amiből következik majd egy csomó konkrét lépés, bármelyik településsel lebontva. Ha csak végignézzük az európai kontinens történetet az elmúlt 2-3 ezer évben, akkor teljesen világosan látszik, amit önök mondanak, visszaigazolódik, hogy ami történt itt, abban a természet teljes mértékben vétlen. Ami rombolás végigmegy, akár a levegő, víz, föld vagy bármilyen tekintetében, azt nem a természet okozta. A kérdés az, hogy miért történt. Az eladásokból ez is világosan kiderült, nagyon pontosan megfogalmazták a krízisek okát, a probléma az emberben van. A kérdés az, hogy 2015-ben, ebben az új században, van-e annyi eszünk, bátorságunk, akár egy-egy település, vagy egy-egy nemzet szintjén végig gondolni azt, hogy oké, ha ez így van, az emberben van a hiba, akkor végül is a megoldások kulcspontja nem az adott természeti rész, mondjuk víz, levegő, stb. Problémája, mert neki nincs önmagával a problémája. A probléma nem abban van, hogy van-e forrásunk, vagy nincs, unió ad, vagy nem ad pénzt, mert így is, úgy is valami dolgot meg kell oldanunk, ha életben akarunk maradni. A harmadik, ami ide
felteltő kérdés az úgy hangzik, hogyha még kicsit is bíznánk a technológiák önmegmentő szerepében, azt is lehet, ha már jól érzünk, technológiák önmagában nem hoznak megváltást, bár mondjuk az Uri által felvetett kérdéskör, tehát az Árpád-kori vízkormányzás segít, de igen, nagyon sokat segítene nagyon sok helyen, de ez már nem technológiai kérdés, és akkor sem technológiai kérdés. Mert amikor annak az őseink egy ilyen vízkormányzást terveztek és valósítottak meg, abban nem a technológia volt a kulcskérdés, hanem a szemléletük, a természeti viszonyuk, a természeti való viszonyuk volt a perdöntő benne. És ez arra utal megint, hogy az emberben keresendő a megoldás. Most, ha itt vagyunk, és mondjuk az elmúlt néhány hónap Európa eseményét végig gondoljuk, akárcsak az orosz-ukrán háború kapcsán nagyon világosan látszik, hogy olyan hihetetlen, ártalmas folyamatok mennek végig a kontinensen, most nem mennék el az okok elemzésébe, ahol megint az okok az emberben keresendők. Mindebből összefoglalva azt lehet mondani, hogy ha előre nézünk nem hosszú időre, az uniós normák alapján a kötelező 25 évre nézünk csak előre, ami egy nagyon nagy távolság most 2015-ből, mert ugye az azt jelenteni, hogy 2040-ig akarunk előre gondolkodni. Ha ilyen messzire nézünk előre, akkor a következő pontokon lehetne előre menni, akár vízgazdálkodás, akár mondjuk talajművelés szempontjából. Jóval olyan projektünk van most Magyarországon, ami épp a talaj rendbetételét kísérli meg. Nagyon sok friss tapasztalatuk van, hogy ezek hogy működnek, vagy miért nem működnek. De most kezdeném az általános felismerésekkel. A jelenlévő professzoroknak nem fogok most újat mondani, de azért megismétlen. Ma a világ tudománya azon a forduló ponton van, hogy nagyon tisztán kezdi belátni, hogy rendkívül keveset tud. Bármiről beszélünk, a természet az anyag bármilyen formájáról, a tudásunk rendkívül korlátozott, miközben rengeteg eredményt tudunk felsorolni nagyon sok részletkérdésről. Például mondok egy érdekes példát, csak jelzésképpen azért, hogy ne legyen az elhangzott mondat ilyen túlságosan levegőben lógó, hogy a mostani Mars kísérlet előkészítésénél kiderült, hogy mondjuk bármilyen anyagról beszélünk, bármilyen kőzetről, vagy bármilyen mesterséges anyagról, a benne lévő részecskék mindegyike teljes emlékezettel bír, és ha megváltozik az anyag körülötti tér állapota, minden anyag automatikusan visszaáll eredeti állapotára. Ami arra utal például, hogy az anyag, most bármiről beszélünk, vízről, fáról, nem tudom, kőről, bármiről, összes anyagi formáció, vagy anyag, amiről beszélünk, az tulajdonképpen olyan részecskékből áll, amelyeknek a képessége, a belső tartalma sokkal több, mint amit a tudomány eddig az elmúlt 200 évben erről feltételezett. Ez csak egy példa volt. Ami arra utal, hogy ha a tudomány ezen a mostani fordulóponton jelentős mértékben előre lép, akkor az anyag ismeretének a bővülése jóvoltából sokkal többet tudunk a természetre bízni a megoldások végigvitelére, mint magára az emberre. Ez egy nagyon furcsa kijelentés volt, én ezt belátom, de a helyzet az, hogy a földbolygó önmagában is nagyon nagy mértékben képes arra, hogy önmagát helyreállítsa, és egyre több jelét látjuk ennek, és még komolyabb jelek várhatóak. De ha lemegyünk mondjuk odáig, hogy az elmúlt 5 évben a legfontosabb világ genetikai kutatóközpontokban milyen új eredmények vannak, mondjuk egyet említek ebből csak, hogy mondjuk minden emberi testben lévő DNS mellett van egy másik úgynevezett phantom DNS, amit csak árnyékként mérnek ki, és az a legfontosabb
hogy mondjam, központja a DNS működésének, már megint túlléptünk bizonyos korlátokat, sokkal többet értünk meg magával a anyag vagy a természet viselkedéséből. Tehát egy olyan korszak kezdődhet, amikor sokkal többet bízhatunk a természetre. De még mindig nem vagyunk az embernél, mert igazából az a kérdés, hogy az embert hogyan lehetne ugyanilyen képességei szempontjából egy nagyobb mozgásra sarkalni. Nemrég fejeztünk be egy kutatást, ami az volt a lényeg, hogy megnézzük, hogy az Európai Unió tagállamaiban milyen ökofalvak vannak, melyik hogyan működik, melyik milyen törekvés jelent, és melyik milyen eredményt ért el. A meglepetés az volt először is, hogy Európában hihetetlen nagy számban vannak különböző ökofalvak, ahol minimum 30-40 családtól több száz, több ezer családig működnek már ilyen ökoközösségek, amelyeknek egyik fő célja éppen az, hogy mondjuk a vízgazdálkodást megoldja többek között. És nézve ezeket az ökofalvakat, azt lehet tapasztalni náluk, hogy igazából egy nagyon érdekes törekvést jelentenek, mert azt ismerik föl, amit egyébként minden ősi kultúra nagyon jól tudott, és nálunk is a Kárpát-medencében, vagy a Kárpát-hazában ezek nagyon ősi felismerések, hogy igazából minden kérdés megoldása azon működik, hogy az embernek milyen a belső állapota, és ennek alapján tud-e közösségenként önálló, rendkívül tudatos, rendkívül messze menő változtatásokat végigvinni. Most ez azért nehéz kérdés egyébként, mert az összes ősi kultúra azt tanítja mindenkinek, hogy az ember alapvetően nem fizikai lény, vagy ők mondták, az ember nem test. Ebből az következik, hogy az ember tehát akkor mi az, ami más? A hagyományos keresztény fogalom szerint léleknek hívják, a modern tudomány tudatként nevezi meg ugyanezt a terminumot, amiből az következik, hogy az ember lényege az, hogy tudat, vagy tudatállapot, tudatminőség, lehetne ezt hosszan ragozni. Erre van egy kutatócsoportunk, ami 10-valahány éve ezzel foglalkozik, rengeteg könyvet írtunk, de persze mennék, mert akkor nem mennek haza holnap reggelig. Csak azt akarom jelezni kedvesen és finoman, hogy az embert próbáljuk másképpen értelmezni, hogy egyébként kéne a természetet is most már majd értelmeznünk, akkor kiderülne, hogy itt olyan dimenziók állnak lehetőségként előttünk, amelyek konkrét eredményeket hoznak. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye egész Európában a drámák egyik oka az egyetemi hálózatoknak a helyen közeli csődje, mert hogy az egyetemek mai formáit nem töltik be az elvárt kívánalmakat, és ebben csak a lerontott idezők egyike volt a bognai folyamat, nem azon múlott ez a lepusztulás, hanem sokkal komolyabb okai vannak ennek. De mindebből az a kérdés, hogy az ember belső változásait hogyan lehetne folytatni, és hogyan lehetne magasabb szintre emelni, ami alapvetően tudatfejlesztés, tehát nem csak tudás, hanem tudatfejlesztés. Ráadásul a kollégák biztos jól értik ezt a kérdést, hogy bizonyos tudások befogadásához már magasabb tudatállapot kell a kutatóktól is, de nem is értik, hogy miről szól a tudás, tehát önmagában nincs már tudásfejlesztés sem. Ennyi volt a bevezető. Amit ennek kapcsán szeretnék mondani most, a konkrét megoldásokhoz kötve. A következő 25 év összes stratégiai erőjelzése arról beszél, hogy a világ újraépítése alapvetően lokális szinteken fog végre menni, nagyon komoly kormányzati segítségekkel, de a kulcsa település csoportokban van. Ebből az következik tehát, hogy az a kérdés, hogy egy-egy település, vagy néhány szomszédos település hogyan képes a saját fejlődési útját meghatározni és végigvinni. És ebből a szempontból nagyon izgalmas kérdés az, hogy bármelyik település, vagy bármelyik település csoport milyen utat válaszol. Most ebből a szempontból nyilván az első kérdés az lehet, hogy egy település önmagát hogyan tekinti közösségként, és hogyan tudja önmagát közösségként újra teremteni. Ez már nem téma a beszélgetésen, csak jelezni akarom, hogy ez az egyik kulcskérdés, legalább olyan kulcskérdés, mint mondjuk a víz, vagy a levegő, vagy akár a föld állapota.
A másik izgalmas kérdés az, hogy egy település képes-e most már